akasztottunk valamit. Pont a másik bothoz szerelem, mert leszakította egy jobb hal, bement ide a tuskóba. Ezt most súlyoztam ki. Nem tudom, mit akasztottuk. Elég jó húz. Jól látom akkor, vagy kis ponty, vagy kis kár lesz. Kis ponty, hú de jó. Azt legalább visszadobhatjuk. És benedvesítem a hálót. Bogyó. Kis potyesz. Szépen elvitte az úszót, határozottan. Közben majdnem lenyeltem a sörétolmot. Úgy meglepődtünk. Bogyó. Bogyó, fejezd már abba. Fejezd abba. Szerencsére nem akadt nagyon. Ilyen gyönyörűség. Na, vissza is ment. Hoppá, felakadtunk. Ajaj, akkor mindjárt szerelhetem ezt is. Na, kezdődik a bénázás. Azt mondjuk már rég kitéphettem volna, mert ebben mindig belakadok. Szerencsére nem kell szerelni. Nem baj, de a hálóban megint belakadt. Na, lesz ez még jobb is. Hát lehozok metszólót, azt levágom én ezt a gazt. Csónakból. Annyiszor beleakadtam. Kecsesnek nem mondható, hogy bedobtuk, de az a lényeg, hogy benn van a vízbe. Pont ezt nyomtam rá az ólmot, de szerintem el is repült az ólom. Ide kellett volna egy harmadik. Úgy szoktam, hogy ilyen osztott súlyjal alulra rakok egy olyan közepes ólmot, ami ő dominánsabb ólom, hogy ha szél fúj, akkor ne vigye el a úszót. Fölé rakok egy biztonsági ólmot, hogy ami bóbitáig lemeríti, és ezeket pedig úgy állítom be, hogy éppen, hogy csak fölálljon. Tehát ez egy ilyen hagyományos feltolós úszó, osztott súlyozással, így. Ezt próbálgassuk mostan csinálni. Két oldalra dobtam be úszót. Talán így nagyobb az esély, csak a nyakam letekeredik sok nézéstől. Bogyóka is nézi, hol jobbra, hol balra. Kamerának nem tesz jót, biztos. Mármint a videónak. Kamerának mindegy. Füllet meleg idő van nagyon. Mi is ilyen napernyőt hoztunk most, nem az eső miatt, hanem a nap miatt.
Arany János úgy írná le, hogy a Laszkó ráült a béresek nyakára. Olyan teszetusz az idő. Bogyunk meg reménykedik, hogy nem dobom vissza a pontyot. Most visszadobtuk a pontyot, igaz, hogy kicsi volt. Ott úszik egy szép nagy törpeharcsa, ami halpenészes. Ő Bogyó észrevette. Mindjárt belök ki a botomot is. Közben csak húzza. Nem az igazi, úgyhogy nem törpeharcsa, biztos. Nem tudtam bevágni, mert Bogyó rájut az orsomra. Úgyhogy Bogyó a hibás. Valahol fészkel itt egy gólya, el szokott kelepelni, meg látom is többször. Meg Bogyó, mikor zavarja az árnyékát, azt még hallom is, hogy átrepül a telek fölött. De rengeteg bagoly is van este, mikor kiülünk egy kicsit nézelődni. Nézelődni sötétben, hallgatni a csendet. Csak az árnyék látszódik a holdvilágnál. Olyan csendesen repül, hogy nem lehet hallani semmit. Csak az árnyékát. Tiszta Dracula. Hát nem húzza. Még azt hittem, bekapcsoltam, hogy húzza. Hát közben pikpak. Az úszós botot kivettük. Bemennek a jó bevált fenekező botok. Hát kevés a kukoricánk etetni. Ezért most átálltunk megint etetők kosaras horgászatra. Talán az jobban oda csalja a hurokhoz a halakat, hogyha nem is etet úgy az ember. Meg ez a csoki narancs, ez szerintem tök jó. Most úszóval elég gyenge volt a fogás, de most mind a kettőre kapás van, ezért bekapcsoltam. Úszós botokat odaraktuk a diófához. Lehet, hogy majd csónakból megpróbálunk nád előtt egy kicsit úszózni. De az már a délutáni peca része lesz. Megint húzza. Ajajaj, meghúzhatná normálisabban. Hát kemény kukoricát raktunk rá, ne a törpéket fogdossuk. Húzgálja, játszik vele. Majdnem a nap elnyűlt, fölborítottuk. Hát ez lehet, hogy rák. Lássátok? Le van rágva a kukorica félig. Ezt a kemény kukoricát szerintem nem tudja más lerágni, csak a rák halaknak. A csukán kívül nincs olyan kemény foguk. A csuka meg szerintem nem igazán hajaz a mi büdös kukoricánkra. Valami szép. Hát csak bassza a csőrünket. Lehet, hogy este kimegyünk még egyszer a folyóra. Ezt kivisszük a könnyű pergetőt, mert tegnap, mint láttátok a videót, amit megosztottam, elég jó kis kérész mozgás volt. Hát, ha
sikerül nekünk valamit. Ultralightos pergetéssel. Kiszedni a vízből. Hoppá, már húzza is. Épp úgy beért, már húzta is. Pont ki akartam kapcsolni a kamerát. Rengeteg rák van. Nem tudom, hogy ezek folyami rákuk, vagy kalmár rákuk, vagy mit tudom én milyen rákuk. De Békés Csabán a fástavon is rengeteg van. Ott is mindig lesz. Még a gumikukoricát is lerágja. Annyi van. Félhalmon is azért van becsülettel. Mondjuk csodálkozok rajtam el, ahol sok törpeharcsa van, ott viszont nincs rák. Mert mikor vedlik a rák, ilyenkor a törpék azok megeszegetik a rákot, mikor még nem olyan kemény neki a bőre, akkor szétszincálják a törpék. Félhalmon, mikor régen volt törpeharcsa, akkor nem volt rák. Utána, amikor a törpeharcsa eltűnt, szerencsére, na onnantól kezdve viszont lett benne sok rák megint. Úgyhogy vagy rák van, vagy törpeharcsa. Döntse el ki mindenki, hogy melyik a jobb. Nekem mindegy végül is. Egyik se zavar. Úgyhogy lehet ez egy olyan vegyes videó lesz. Az eleje úszós horgászat lesz, a vége fenekezős. A legeslegvége meg gyászos. Gyászos hazamenés lesz, hogy nem fogunk halat a végén. Már nagyon úgy néz ki. Szerencsére egy kicsit feltámadt a szél, mert nagyon nyomott volt az idő. Nem szeretem, mikor olyan füllett. Pia az még mindig repül. Már május vége van, de még ezerre, millió pihe van. Közben madárfügy helyett fűnyíróba. Közben felhúzta, keszeg volt, de le is akadt sajnos. Hát ez annyi. Kapás van. Kicsit játszik vele. Engedi lefelé. Vagy az etető kosarat dúrja. A hátunk mögött kezd összeállni egy vihar felhő. Hoppá. Ó, törpe. Ilyen óvatosan kapott, gyerekek. Hát ez egy rafinált törpe. Bogyó, nem eszed meg a törpét. Nem eszed meg a törpét. Megszúrja az órodat. Azt akarod? Hát hiába mosolyogsz. A törpe az megszúrja az órodat. Most már egy párszor megszúrta neki, de még mindig nem óvatos. Hiába. Bogyónak a hosszú távú memóriájával baj van. Csak a rövid távú működik. Továbbra is ezt a fagyasztott kukoricát, amit tejsavasan erjesztettünk, azt próbálgassuk, mert amúrt szeretnék fogni. Hát erre jönnek a törpeharcsák is, mondjuk. Viszont eddig ebben fogtam csak egyedül amúrt, nem is egyet többet.
hogy mindjárt a napernyőnk átmegy esőernyőbe. Na de hát célszentesíti az eszközt. Megint egy törpe. Meg lesz a hét törpe. Hogy jó. Hát erre is rakunk kemény kukoricát, a másikra már raktam. De most már erre is rakok, mert ez nem állapot. Csak a törpék jönnek. Még mindig rajta van az etetőkaja, és már harmadik törpét fogom vele. Kicsit keményebbre gyúrtam, hogy nekem mindig újra. Hát ez egy akciódús horgászat lesz. Annyi harcsát fogok, hogy még óg a kureck is megirigyelhetni. Kapás van. Mit fogtunk? Kis pontyot. Hát most nem jönnek ezek a nagyobb pontyok, csak a kicsik. Legalább nem törpe jött. Hú, de vadóc. Bogyó, mennyi? Bogyó, mennyi? Bogyó, mennyi? Bogyó egy utálatos kutya. Hát lehet, hogy méretes volna. Gyönyörű szép. Hoppá, belakadt a farka. Na, ezért utálom a merítést. Csak hát most már annyira alacsony a vízszint a holtákba, hogy nem érek el odáig, hogy kiakasszam a vízbe. Kemény kukoricára. Ide a kis csücskibe szúrom. Ez elrepett. Ezt nem főztem meg annyira, mert spórolni akartam a villannyal. Ez is elrepett. Közben már hullik a... Nem tudom mi a fáról, mert akkorákat koppan. Dió. Már van akkor a dió, hogy koppanjon. Sajnos ez a diófúró légy ez. Kinyírja az összes diót. És már zölden hullik le. Ami meg nem hullik le, az meg összehullik le, de úgy, hogy nem ér semmit, sajnos. Hát az előbb elsétáltunk itt a Siraton, három horgászhelyjel arrébb, vagy sétáltunk, én sétáltam. Szerencsére Bogyó nem jött. Meg akartam nézni, hogy milyen a hely, hogy be van nőve. Mikor visszajöttem, ez nem vicc, meg nem is túlzok. 30 vagy 50 darab kulancs volt a lábamon, de nem ez a nagy kulancs, még ezek az egész aprók olyan, mint a gombos tűfej. Friss kelés. Úgyhogy
ebben a videóban is szeretném figyelmeztetni szülőket, hogy gyerekeket ne engedjék be ilyen nagyobb fűbe, csak olyan helyeken, ahol nyílt fű van, mert hát mondom, 30-50 darab kulancs volt a lábon, nem számoltam, de minimum 30 volt. És az a baj, hogy olyan picikék, hogy nem is érzi az ember, hogy mászik a lábán, mert ezek a friss kelések. Szóval borzasztó. Ha nem tesznek valamit ezek ellen a kulancsok ellen, szerintem a végén ez egy olyan probléma lesz, hogy a szúnyog ehhez képest semmi nem lesz. Hát engem egy hét alatt 5 szúnyog csípett meg, most meg elmentem 100 métert, és majdnem 50 kulancs volt a lábam, szóval ez azért durva. Itt tudunk, ott van még térerő, onnan nézzük a botot.